Sziasztok, ez itt a Gaming kanál is, és most egy vicces videó jön, ugyanis a gyakori kérdéseken fogunk körülnézni, pontosabban kérdésekre fogunk válaszolni. Ugyanis itt van hülyeség bőven. Aki akar esetleg kérdést linkelni, nyugodtan linkelje be kommentbe, és azokra is válaszolunk a videóba, vagy akár az általatok feltett kérdésekre. Na lássuk! És srác, miért csalja meg a barátnőt, ha boldog vele, miért akar mégis lefeküdni egy másik lányjal? A vadász ösztön nem válasz. Ha valaki szereti a párját, nem csalja meg, nem lenne lelkiismerete hozzá. Na, akkor válaszoljunk. A Vadász ösztön. Jó. Na, következő. Zsírleszívás utáni tapasztalatokat szeretnék kérni. Mennyi időbe telt, mire a véraláfutások, fájdalom, stb. Elmúlt? Aki átesett a műtéten, hogyan élte meg? Nem vagyok kíváncsi, negatív, nem a kérdésre válaszol kommentekre, azokat töröltem. Nem negatívkodok. Csak jó tanács. Aki átesett a műtéten, az úgy élte meg, mint hogyha egy hordóból kiöntenék a zsírt. Direkt nem írunk helyesen. Egyébként jóval kevesebb időbe tellene. Kétel vagy egyel? Kétel vagy egyel? Igen, ez? Akkor legyen kettő. Mozogni egy kicsit, sportolni, jobb esetben attól még véralá futásod és egyéb bajod sem lesz. És ezt azért is írjuk le neki, mert volt egy iszonyatosan dagadt főnököm, aki egyszer csak úgy jött be, hogy vékony volt, valószínűleg zsírleszívás, és mindenki dicsérte, hogy milyen ügyes. Hát szerintem meg nem. Válasz elküldése. Következő. Kulon bóó. Fokhagyma kurak erdekelnének. Arra gondoltam, hogy simán belereszelem a limonadeba a fokhahimát. Szerintetek az uhi hatásos lesz? Nem veszik el az alicin hatóanyaga? Válasz rossz, gyakran alkalmazott. Girizd, jó, oké. Hát erre szerintem csak egy jó válasz van. Igen. Erre csak ezt lehet válaszolni. Persze hasonló stílusban. Én inkább ezt ajánlom. Én inkább ezt ajánlanám. Tüttyöt rajtli recept. Aki pedig nem ismerné, kell másfél kiló nyers rajtli, egy jókora pesek, két csobolyó gönyészde, három csipet ciháta, négy ölej csikmány, kb. 5 zamesli, egy sottyonyos petrecel, egy véka patyek. De ez nem is ugyanaz, mint amit én régen olvastam, de ez se rossz. Aki kíváncsi, rá állítsa meg a videót és olvassa el végig. Na, az ilyenek a kedvenceim. Buzis, ha valakinek ki van szivatva a haja. Ha egy srácnak fent a fekete haja ki van szivatva, befestve szőkér vagy valami világosra, az bucsillagzis vagy gáz? Hát, inkább a pöcsödet szivasd, az kevésbé buzis. Nem, hanem bücsillagzis. Oké? Okay. A hoppá, most írja gyakori, hogy az általam elküldeni kívánt szabad mondatok fennakadtak az automata trágárság szűrőjükön. Ó, rengeteg minden más nem akad fenn, csak ez. Úgyhogy szépítünk. Lehet, hogy ez se lesz neki jó. Jaj, de ezt elfogadta, biztos, mert a picik így kérdezik. Írhattam volna kukacot. Na lássuk. Érhetek el eredményt otthoni edzéssel, konditerem nélkül. Minden második nap 45 perc szobabicikli, megfelelő pulzusszám, bla 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 bla.
Tehát az a lényeg a kérdésnek, hogy otthoni edzéssel érhet el valamit. Szerintem erre a legjobb, hogyha elküldjük neki a mi saját videónkat. Itt is van a saját gaming kanál is videónkat. Aki még nem nézte, nézze meg. Linkelni lehet linkelni. És ott van. Itt is egy jó, mik a jelek arra utalom, hogy a csajomnak más pasia is van, és akkor írja, hogy egy hónapja ismeri és 3 napja járnak. Itt jókat írnak. Ez se rossz. De megírjuk neki mi is, hogy az apró hímsekszőr darabokról a hajában megismer. Hajában rájöhetsz. Hogy megcsal. De árulkodó jelek még a betyárkörték. Aki nem tudja, keresse rá, hogy mi az. Következő illető azt kérdezi, hogy zavarná a lányokat az, hogyha ő boxoló, már 8 éve boxol. És azt kérdezi, hogy zavarná, hogy minden nap verekszik, ahol a meccsekre jár, meg hogy sérülés szerezhet. Hát én nem is tudtam, hogy a cipőboxoló meccseken sérülést lehet szerezni. Szerintem nem zavarná. Kész. Na egy utolsó, aztán utána mondjátok meg, tetszett-e, lájkoljátok, ha akartok még következő részt, vagy pedig küldhetek kérdéseket is. Na lássuk a végszót. Kb. Egy éve tök jó alakuló kockahasa volt egy fiúnak, akiben belezúgtam. El nem tudtam eddig képzelni, hogy milyen szexi lett most, ha egy éve izmos volt és vékony, ameddig meg nem láttam a képet. Mindjárt mutatjuk a képet. Körülbelül olyan volt a hasa, mint a másik gyereknek, amikor megláttam, lesokkolódtam, mondom, Úristen, milyen. Miért ilyen a hasa most, és ezt a sokkot hogy dolgozzam föl? Hát jó, lássuk. A jobb oldali gyerekről van szó, szerintem különösebben semmi baj nincs vele. Ezt a sokkot kellene valahogy feldolgoznia neki. Hát válaszoljunk valamit. Na. Ja igen, egyébként a lány az, aki a képen középen van. Lehet, hogy most már az ismerősei megkeresnek és megvernek. De hát ilyen emberért akkor is megéri. Na, a többit majd a következő részben lájkoljatok, iratkozzatok fel, ha van kedvetek. Jöhetnek a kérdések, nyugodtan linkelhettek be többet is, és azok, akkor ezek sorba belekerülnek a következő részekbe. És itt idézőjelben élő egyenesben válaszolunk rájuk. Sziasztok!